Sziasztok! Jöjjön egy izgalmas és nyári történet egy különleges magánszigetről. Következzék el Lockhart, a hazudósok! Sziasztok! Ma egy igazán nyári történettel jelentkezek, ez pedig nem más, mint én Lockhartnak a Hazudósok című könyve. Ez a könyv nem mostanában jelent meg, ez egy 2015-ös kiadás, viszont nekem még mindig tetszik 2015 óta, és erről a kötetről szeretnék most mesélni nektek, de előtte el szeretném olvasni a hátulján ezt a picike kis ajánló részt. A hazudósok a többszörös díjnyertes író Anne Lockhart új, modern, intelligens, titokzatos regénye. Olvasd el, és ha valaki megkérdezi, mi történik a végén, csak hazudj. Ezt a könyvet én tavaly olvastam először, akkor valahogy nem értettem, és nagyon katyvasz volt a vége, és nagyon megdöbbentett, és izgalmas volt meg minden. Most, hogy újra olvastam már, értettem, hogy pontosan mikor, hogy mi történt, úgyhogy összeraktam a képet, de még mindig egy nagyon frappáns, ötletes és jól kidolgozott, ugyanakkor most már észrevettem, hogy egy-két helyen érdekes, de nagyon jó kötetnek tartom ezt a könyvet. Ahogy a végén van ez a intelligens és titokzatos és modern, ez mind jellemző rá is tényleg így is van. De akkor most jöjjön is, hogy miről szól pontosan ez a könyv. A hazudósok története a Sinclair családnak a magánszigetén játszódik, ahova minden nyáron elmennek. A Sinclair családi magasak, szőkék, acélozottak, magabiztosak és soha semmiben nem hibáznak, ők tökéletesek. És ennek a tökéletes idilli amerikai családnak van egy magánszigete, ahova ők minden nyáron kiutaznak, ugye nagymama, a nyatpapa, a lányaik és nekik az unokáik. És az egyik lánynak, ugye nagypapa, lánya, unoka, és az egyik unokáról szól ez a történet, név szerint Kediről, és az ő baráti társaságukról, ugye ahogy az unokák születtek, volt némi éveltolódás közöttük, és Kedi, Mirren, és Johnny, és Get ugyanabba az évsába estek körülbelül, ezért ők, mivel egy korosztály így összeszoktak, ők ugye unokatesók, barátok, és ők a hazudósok. Valójában amúgy Mirren, Johnny és Kedi, akik unokatestvérek, és Get, ő külön csatlakozik hozzá, neki vérkapcsolat nincs köztük, de ő is ott van a szigeten, és minden nyáron ott buliznak, szóval búvárkodnak, akkor pillecukrot sütnek, édeskaramellt csinálnak, eltöltik a nyári szünetet, felejthetetlen élményeket szereznek közbe, és imádják egymás társaságát. És a történet úgy van, hogy elkezdődik a 15-ös nyár, amikor 15 évesek, és Get és Kedi egymásba szeretnek. Aztán hirtelen lapozunk, és Kedivel történt valami baleset, amit nem tudunk, hogy micsoda. De fejsérülése van, elvesztette az emlékeit, nagyon-nagyon szörnyű migrénes fejfájása gyötrít, amiből nem tud kimozdulni a szobából, csak fekszik a sötét szobába, úgyhogy ő nagyon rosszul van. És utána a következő nyáron nem mehet vissza, de a 17-es nyáron visszamehet a sziget, és találkozhat végre a barátaival és unokatesóival, és Gettel. Ami viszont furcsa, hogy vannak dolgok, amiket nem mondanak el neki, például, hogy haltak meg a kutyák, akik a szigeten voltak, vagy miért újította fel a házukat a nagyapjuk. És miért van az, hogy például a balesete után Get egyáltalán nem kereste őt, miközben ő is szerelmes volt a lányba. De a legfurcsább mindközül az az, hogy a hazudósok miért nem vacsoráznak soha senki mással, csak Kedivel. És akkor túl sokat mondtam! Szóval ez a történet egy hihetetlenül összetartó baráti társaságról szól, a furcsa családjukról, akik azért nem mindennapi család, hát ismerjük el, nem mindenkinek van saját szigete, ahol nyaralhat, úgyhogy róluk, és egy kibontakozó kamaszkori szerelemről. Tényleg nem szeretnék spoilerezni, mert szerintem ez egy hihetetlenül izgalmas és jól kidolgozott kötet egy szigeten, ami miatt nagyon jó nyári hangulata lesz ennek az egésznek. Kajakozás, búvárkodás, tábortűz, van itt minden. A hazudósok szerintem egy jó baráti regény és egy nagyon klassz nyári történet. Egy ilyen, kiülsz a strandra és gyorsan elolvasod, mert izgalmas, érdekel, hogy mi történik vele. Mi történt valójában a 15-ös nyáron, amit senki nem mond el Kedinek. Szerintem ez egy szép nyári mese. Az angol címe az, hogy We Were Liars, és annak jobb a borítója. Igen. És ez nekem valahogy jobban tetszik, mint ez, de
Azért ez se rossz. Én pedig már most csak ennyi lettem volna gyorsan. Köszönöm szépen nektek, hogy megnéztétek ezt a videót, és itt voltatok. Ha nem vagytok feliratkozva a csatornára, akkor iratkozzatok fel, és ha tetszett nektek ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Én hamarosan jövök egy újabb történettel, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Hiasz voltam!